És ha már pásztor nap, akkor nem mehetünk el anélkül, hogy meg ne kóstolnánk egy pásztor ételt, egy slambucot. Itt vagyunk Fazekas Ferencnél, aki a helyi Fazekas Mester család egyik sarja, de nem mint Fazekas lesz most itt a mi házigazdánk, hanem gyakorlatilag mint a slambuc mesterünk lesz. Ferenc, milyen slambucot fogunk most készíteni? Ez egy hagyományos pásztor étel lesz, vagy inkább így nádudvari módra, vagy családiasan készítve? Valahol a három között, mert semmiképpen nem a hagyományos úgynevezett mezitlábos slambuc lesz, amiben nincs semmilyen fűszerason kívül, és semmi más a tészta és szalonna. Én szoktam beletenni különböző zöldségeket, paprikát, paradicsomot és porpaprikát is természetesen, és egy kis kolbászt is szeretek beletenni, de alapvetően az íze, az állaga ugyanolyan, mint egy hagyományos slambucnak. Jó, hát akkor főzzünk, nehogy utána itt nagy probléma legyen a családban. A Fazekas slambuc elkészítése és elfogyasztása jó alkalom arra, hogy összejöjjön a család. Az alapanyagok megtisztítása és felaprítása közösségi munka, ami alkalmat ad egy kis beszélgetésre. A Fazekas család úgy tartja, nincs slambuc főzés pálinka kocintás nélkül. A bográcsozásnál fő szabály, hogy bográcsot csak kis tűzre teszünk, így mindig meg lehet fogni a fülét. Leégett a tűz, úgyhogy most már mehet rá a bogrács, és akkor most felrakhatjuk. Jó, akkor most jön bele a szalonna. És kérem, hogy tedd bele a szalonnát, hogy tudjam kovargatni. Miután a szalonnánk megsült és kiengedte a zsírját, kiszedjük, nehogy megégjen. Ezt később majd az elkészült slambucunkra szórjuk. A forró zsírhoz folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a felkockázott hagymát és a paprikát. Most meg kell várnunk pár perc, amíg összeér, és utána lehet beletenni a paradicsomot. A paradicsom le fogja hűteni annyira a zsírt, hogy nem fog benne meginni a porpaprika, amit beleteszünk. És akkor le se kell vennünk a tűzről? Le se kell venni, így. Ó, hát ez nagyon profi. Azért az utolsó fázis a paradicsom. Aha. És akkor ezt megvárjuk, amíg szépen összeérik a zsírral a paprika, és utána egyből teszünk bele egy kis krumplit, és egy kis vizet, amivel összekeverjük, és utána jön bele a többi. Sóbors, ilyesmi nem kell most? Amikor benne van a víz és a krumpli, akkor ráér bele tenni. Jó. A burgonya hozzáadásánál a marok a mérvadó. Ahányan vagyunk, annyi teli marékkal adunk a slambucunkhoz. Ezután felöntjük vízzel, annyira, hogy ellepje a burgonyát, majd jól megsózzuk. Hát most már rotyog itt a slambuc, úgyhogy ideje megkóstolni, mert lassan hozzájön majd a tészta, de előtte még a kolbász is, ugye? Úgy van, nem. Kóstolás, és ha helyben hagyod, hogy jó, akkor jön a kolbász, és utána a tészta, ha nem, akkor is. Jó, hát legfeljebb utána lehet sózni, és akkor onnan érdemes, ugye, ahol rotyog egy úgy kicsit, van, ahol rotyog, az lesz akkor finom, nem is reméljük, hogy nem, akkor... A kezedbe csöppen is, inkább le a... Vagy ide-ide betonra. Nyugodtan, mert nagyon forró. Hát ez rendben van. Azt mondod? Igen. Jó. Hallottátok, minden rendben van. Ha nem lesz elég ízes, akkor én vagyok a felelős. Jó, nagyon finom. A kolbász hozzáadása után jöhet a lebbencs tészta. Jó, mehet. Jó. Mindig a közepére. Ha lehet, akkor ne egy helyre szór széjjel, azaz. Ja, jó. Közepére rakom és szétszórom. Ha lehet, akkor széjjel szórom. Ha nem, akkor én széjjel kavarom, de... Aha. A tésztánál fontos, hogy csak a tetején kavargatunk. Ugyanis, ha már egyszer is leért a kanál a bogrács aljáig, akkor már egészen a főzés végéig a bogrács aljáig kell kavarnunk. Nagyjából van egy ilyen arány akkor, hogy mennyit krumplihoz mennyi tészta, vagy igazán, ahogy látjuk? Egy marék, nagyjából ez az arány. 10-15 perc főzés után jöhet a forgatás. Jó, hát akkor most már úgy tűnik, hogy készen van, vagy hát most már lehet kóstolni belőle. Kóstolni mindenképpen, aztán meglátjuk, hogy jó-e. Mit mondasz, hogy lehet-e tálalni is közben. Ez finom. Azt mondod? Örülök neki. Forró, de nagyon finom. Ahogy mi szoktuk mondani, rendesebb gazdát is megérdemelne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
A műsor a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. Proiectul a fost implementat prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria și România.